Sziasztok! Néhány érdekes cikkre szeretném felhívni a figyelmeteket a Horgászkalandok internetes újság áprilisi számából. Például, hogy milyen szempontot kell figyelembe venni, ha a Féder Horgász zsinort választ. De hogy pontosan mit, azt megtudhatjátok a Féder Horgász zsinórja című cikkből. A Nagyot akarsz dobni befejező részében a végszerelékekről lesz szó. Ha a tavasszal akarunk csukázni, akkor a csali választásánál tartsuk szem előtt, hogy a téli inséges hónapok után bizony-bizony a csuka is rávág mindenre, ami él, vagy amit élni vél. Sügérre is lehet természetesen tervezni egy horgászatot, de ahhoz speciálisan elkészített csali is szükséges. Egy jó harcsahorgásznak igencsak ismernie kell a harcsa életmódját, viselkedését, vadászterületét. Persze esik szó az újságban még a pontyokról is, például, hogy mikor használjunk levegőbojlit. Tényleg mikor? Megtudhatjátok, ha elolvassátok a horgászkalandok.hu internetes újság áprilisi számát. Sziasztok!